111-en haltak meg tavaly Romániában a nők ellen elkövetett erőszakos cselekedetek következtében. Az idei évet az Európai Unióban a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem évének nyilvánították, ezért kiemelt figyelmet kapnak azok a központok, amelyek az agresszorok rehabilitálásával foglalkoznak. Az Európai Unióban 4 nőből 1 válik áldozattá, Romániában 3 nőből 1 válik azzá. Ezért különösen fontos, hogy Romániában a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem évében sokkal nagyobb figyelmet fordítsanak erre a kérdésre. Az isztambuli egyezményhez csatlakozva Romániának is módosításokat kellett eszközölni a törvénytárában, amelyek célja az erőszak megelőzése és az áldozatok védelme volt, ez azonban csak részben történt meg. Így nem csoda, hogy továbbra is gyakoriak a nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények. A szakemberek azt mondják, a jogszabály változása, a távoltartási határozat lehetősége mellett fontos az áldozatok hosszú távú tanácsadása. Ami elősegíteni a nők elleni erőszak helyzetben található áldozatoknak a rehabilitációját, a minél hamarabbi segítségkérést, az esetleges erőszakos kapcsolatból való kilépést és a jó felépülést, az egyrészt szükségessé tenni olyan informáló tanácsadó központoknak a létezését, amelyek információkkal tudják ellátni az áldozatokat. Az ilyen központok száma viszont rendkívül kevés. A Marosvásárhelyen lévő krízisközpont és menhely létrehozói hangsúlyozzák, nem csak az áldozat, hanem az elkövető tanácsadása is ugyanolyan fontos. Azért hoztuk létre ezt a tanácsadó központot, hogy akik ide bekerülnek, tudják feldolgozni az érzéseiket, a haragjukat. Abban bízunk, hogy akik ide bekerülnek, megtanulnak kommunikálni, megtanulják kezelni a konfliktus helyzeteket, tudják, hogy hogyan kérhetnek segítséget és hogyan cselekedjenek ilyen szituációkban. A központ képviselői elmondták, többnyire azon elkövetők esetében érnek el eredményeket, akik akarják a változást, és nem azoknál, akiket a törvényszék tanácsadásra kényszerít.